Nagyszombat megye idei kitüntetéseit gálaműsorral egybekötött díját adó ünnepségen adták át a nagyszombati Ján Pálárik Színházban. A rangos kitüntetést 33 magánszemély és kollektíva vehette át a megye fejlődéséhez való hozzájárulásért. Nagyszombat megye elnökének díját pedig 12 magánszemély és kollektíva nyerte el. A díjak közül több is a Dunaszerdahelyi járásba került. Elismerésben részesült Kvarda József volt megyei alelnök Csenke korábbi polgármestere, Paksián Zsuzsanna a Nagymegyeri Idősek Otthonának főnővére, László Zsigmond a Dunaszerdahelyi Autóbusz Közlekedési Vállalat alkalmazottja, a Dunaszerdahelyi Kórház Hematológiai Transfúziós Osztálya, valamint a HC Dac Női Kézilabda Klub. Születésének 100. évfordulója alkalmából Dénes György szlovákiai magyar költőre, műfordítóra és szerkesztőre emlékeztek több családtagjának jelenlétében a Csallóközi Könyvtárban. Az eseményen elsőként a Szabó Gyula alapiskolán negyedikes tanulói vettek részt. A rokonok történeteket meséltek Dénes Györgyről, több tanuló pedig a költő verseit szavalta. Emellett archív hangfelvételeket játszottak le, valamint sok humoros történet is elhangzott. Az évforduló alkalmából jelent meg a 9 tornyú palota című Dénes György kötet, amely válogatott gyermekverseket tartalmaz. A jó hangulatú összejövetelen a gyerekek kérdéseket is feltettek, és kiderült, hogy sokan szeretnek olvasni. A rendezvény ezután az idősek otthonának lakói előtt is megvalósult. A Komáromi Jókai Színház a közelmúltban Spiró György Prach című vígjátékát adta elő a Városi Művelődési Központban Anger Zsolt rendezésében. A történet azzal indul, hogy egy vidéki házaspár több mint 600 millió forintot nyer a lottón. A komoly összeg számos kérdést felvet. A szerény körülmények között élő család élete jobb vagy éppenséggel rosszabb lesz? A pénztől boldogabb lesz-e a házaspár? Eltitkolják vagy vállalják-e a hirtelen jött gazdagságot? A házasságuk megerősödik-e vagy darabokra hullik? A házaspár gyorsan végig gondolja az összes lehetséges kimenetelt, és kiderül, hogy a pénztelenségnél is van rosszabb. A darab két szereplője Mokos Attila és Molnár Xénia. A dac labdarúgó csapata a Niké Liga 9. fordulójában hazai pályán több mint 7600 néző előtt 0-1 arányú vereséget szenvedett a megyei rivális nagyszombati Spartak együttesétől. A szervezetten játszó vendégek ezzel megszakították a sárga-kékek 3 meccses győzelmi sorozatát, amely 2 bajnoki és 1 kupa mérkőzést foglalt magába. A kapuk ritkán forogtak veszélyben, amit tükröz, hogy mindkét csapat csak 3-szor találta el a kaput, de a meccsnek így is voltak izgalmas, élvezhető szakaszai. A nagyszombatiak az 52. percben Gyuris révén szerezték meg a vezetést. Holott még sok idő volt hátra, a dac már nem tudott egyenlíteni. A Dunaszerdahelyiek jelenleg csak a 7. helyet foglalják el a táblázaton.